Konstruktívan zajlott a legutóbbi uniós pénzekről szóló tárgyalás a kormány és az EU költségvetési biztosa között. Ugyanakkor Johannes Hahn már akkor jelezte, még mindig vannak problémák Magyarország kondicionalitási eljárásban tett vállalásainak teljesítésével. Nem változtattunk semmin, ezt Johannes Hahn mondta. Magyarország eddig még nem teljesítette a feltételeket azon a szinten, amit mi elvárunk, és mivel a jogállamisági eljárásnak nincs időbeli korlátja, a folyamat akár a 2024-es EP választásokig is elhúzódhat. A kijelentés kapcsán az ATV kérdésére Varga Mihály azt mondta, nincs B-tervük, számítanak az uniós pénzekre. Az uniós szakértő szerint az Európai Bizottságnak fogy a türelme, nem érti, hogy a kormány tárgyalások és ígérgetések helyett miért nem teljesíti az előtte álló vállalásokat. Szemtől szemben rovatunkban Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ elemzőjével és Nagy Attila Tibor politológussal beszélgetünk az imént említett témáról. Jó reggelt, uraim! Jó reggelt! Hát kezdjük talán mindjárt azzal, hogy reális veszélye van-e annak, hogy a jövő év második felére esedékes magyar uniós elnökség a veszélyben van-e? Tehát, hogy ez csak egy javaslat, egyfajta figyelmeztetés, amit a mai első beszélgetésünkben is szóba került, vagy van ennek reális törvényes lehetőség egyáltalán, hogy elvegyék ezt a lehetőséget, ezt a jogot Magyarországtól? Nincs. Tehát ugye itt a Varga Judit miniszterasszony jogilag pontosan azt mondta, hogy az Európai Parlamentnek itt nem osztottak lapot. Ez ugye azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek nincs valóban beleszólása jogi értelemben, felhatalmazása arra, hogy beleszóljon az Európai Uniós elnökségbe. Ugye ezt az Európai Uniónak az alapdokumentumai, az alapvető jogszabályok és egy tanácsi határozat rögzíti. Tehát ez egy olyan rendszer, amit az Európai Parlament nem tud megváltoztatni. Akkor mennyire reális mégis ez a felvetés, amire alapozhatja ezt a tervezetnek a benyújtója? Ez alapvetően politikai felvetés az Európai Parlament részéről, amelyik kifejezi ma jövő kedden, vagy valamikor jövő héten a kétségét, hogy Magyarország alkalmas-e az Európai Unió tanácsának a vezetésére. Különösebb jogi megalapozást én sem látok, hiszen valóban van egy uniós tanácsi határozat, bár jelzem, ezt a tanácsi határozatot meg is lehet változtatni, tehát bele lehetne nyúlni formálisan a sorrendbe, csak hogy van az Európai Uniónak egy alapszerződése és a működésről szóló szerződése, azokban meg benne van, hogy a rotációnak meg kell lennie, az mondjuk szó szerint nincs beleírva, hogy 10 évente Magyarországnak minden áron ott kell lennie, de a megfogalmazás viszont úgy szól, hogy egyenrangú rotációra van szükség, tehát ez szó szerint szerepel a szerződés szövegében. Én jogilag nem igazán tartom elképzelhetőnek, hogy ebbe bele lehessen nyúlni, de az Európai Parlamentnek arra van lehetősége, és ez számos alkalommal meg is tette az elmúlt 13 évben, hogy folyamatosan kifejezze a jogállamisággal, a demokráciával kapcsolatos problémáit, amelyek Magyarországon vannak. Meg is tesznek különböző fórumokon, különböző módokon. Egyébként most ez valóban jó kérdés, hogy ez most jogi vagy politikai kérdése. Tehát, ez hogy politikai alapvetően. Szerintem ebben mind a kettő meg tudunk állapodni. Ugye az Európai Parlament különösen egy politikai testület, hiszen választott képviselők ülnek ott. Ráadásul ez a politikai testület egy baloldali többségű politikai testület, tehát alapvetően elfogult a jobboldali magyar kormánnyal szemben. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű. Ráadásul az Európai Parlamentnek nem csupán a magyar kormánnyal van baja, hanem összességében a nemzetállamokkal is. Az Európai Parlament a legföderalistább intézmény az Európai Unión belül. Azt a koncepciót támogatja, ami azt mutatja, hogy azt tartalmazza, hogy az Európai Unióban egy szövetségi államot, egy Európai Egyesült Államokat kell csinálni. Ebben egy politikai egyetnemértés van a magyar kormány, mondjuk más kormányok is, de a magyar kormány ennek hangos képviselője, és az Európai Parlament többsége között. Ráadásul az Európai Parlament a bizottságra is folyamatosan nyomást gyakorol, tehát van egy hatalmi harc a két uniós intézmény között is, ami arra vonatkozik, hogy melyiküknek van nagyobb beleszólása az Európai Uniós folyamatokba. Én ebben a koordinátorrendszerben látom értelmezhetőnek az Európai Parlament fellépését, hiszen ez azt jelenti, hogy ezzel egyszerre támadja az egyik olyan nemzetállamot, amelyik ellenkező politikai nézeteket képvisel, mint ő, másrészt támadja a bizottságot, amelyik pedig egy olyan területen rendelkezik hatalommal, ahol egyébként az Európai Parlament maga is szeretne inkább. Hát persze lehet erre mondani, hogy a demokrácia lényege, hogy mindig a többség dönt. Hát Magyarország mondjuk fordította a helyzet, jobboldali kormány van, és itt ez szóba sem kerül, legalábbis a kormány részéről, hogy kifogásolnák azt, hogy a többség hatalma, miközben az Európai Unióban rendszeresen ezt kifogásolják, hogy a többség miért akar ráerőltetni a saját érveit, elveit a
esetleg kisebbségben. Olyan területeken merül ez fel, ahol ugye nincs hatásköre az Európai Uniónak, mert természetesen, ahol van hatásköre az Uniónak, ott a Magyarország is mindig el szokta fogadni a többségi döntést, ha a többségi döntés az eljárás. Mert ugye van olyan helyzet, amikor vétó joga van Magyarországnak, vagy bármely más tagállamnak, olyankor nincs többségi döntés, olyankor a szabályrendszer azt mondja, hogy az egyhangúság okoz döntést, a többség pedig nem. Tehát itt azért ez egy komplexebb dolog, de olyat én még nem hallottam, amikor egy jogszerűen meghozott hatáskörbe illeszkedő többségi döntés és Magyarország megkérdőjelezett volna. Hát általánosságban én úgy emlékszem, többször is volt erre való hivatkozás, hogy a magyar kormány kifogásolt, hogy a többség akar ráerőltetni az elveit a kisebbségben levőkre, vagy főleg itt a szuverén társadalmi. Igen, valóban volt ilyen, de nekem muszáj kötözködnöm egy kicsit, mert az Európai Parlamentben nincs baloldali többség, ugyanis az SD képviselőcsoportnak nincs többsége az Európai Parlamentben, még a szélső baloldali frakcióval együtt sem. Igen, hanem... itt az a gond, hogy az Orbán kormány a néppárti frakcióval is állandó ellentétei voltak. Az igen. Igaz, szerintem erre akartál utalni az előbb, hogy az Orbán elleneseknek viszont többsége van, tehát a jobb-közép-európai néppárt kétségtelenül szemben áll most már a Fidesszel, és együtt valóban kényelmes többséget alkotnak. Egyébként, hát ami meg a többség-kisebbség viszonyát illeti, én jól emlékszem arra, hogy még a 2015-ös menekültek elosztásáról szóló tanácsi döntést a magyar kormány ellenezte, nem is fogadta el, tehát jogi eljárással az Európai Bírósághoz fordult, nem sikerült ugyan megakadályoznia ezt a tanácsi határozatot, de annyit elért a magyar kormány, hogy nem kellett aztán később hatályba lépnie, ami meg a föderalizmus, nem föderalizmus elvét illeti. Kicsit kétkulacsos a magyar kormány, mert egyfelől valóban azt mondja, hogy a nemzetek Európáját támogatja, és nem szereti, hogy úgymond lopakodó módon az Európai Bizottság és az Európai Unió hatásköreit megnöveli, ugyanakkor meg a védelmi együttműködés szorosabbá tételét a magyar kormány támogatja. Tehát van olyan terület, amelyben a magyar kormány viszont szorgalmazná, vagy egyetért a szorosabb európai együttműködésre, csak ezt annyira nem szereti hangsúlyozni, amikor a Brüsszellel szembeni szabadságharc. Szóval. Mennyiben változhat a helyzet majd a többség-kisebbség kérdésében a jövő évi választások, EP választások kapcsán? Ugye Navracsis Tibor már most jelezte, hogy egyfajta nemzedékváltást érzel, és ez sok mindent befolyásolhat, valamint egyes előrejelzések szerint, hát nyilván alapvetően jobboldali pártok előretörését vizionálják, és magyar részről egyfajta közép-európa egység egy ilyen, hogy is mondjuk, egy vétó közösség létrehozását is elképzelhetőnek tartják, hogyha úgy alakulnak a következő években a következő szóban a választás. A vétó az ugye inkább az Európai Tanácsban játszik szerepet, és ott pedig a kormányok ülnek, tehát arra az európai parlamenti választás nem lesz hatással. Én egyébként azért még gyorsan reagálnék, mert azt gondolom, hogy a zöld frakció, a liberális frakció, a szociáldemokrata frakció és a baloldali frakció együtt nyugodtan tekinthetők baloldalinak. A zöldeket én nem feltétlenül tenném és a baloldalban. Ebben akkor másképp látjuk a dolgokat, és a néppárt pedig nagyobb részt balra tolódott, tehát azért ezt nyugodtan. A néppárt egy jobb-középpártszövetség marad. A migráció ügyben mondott példára pedig azért azt elmondanám, hogy ott pont ez a hatásköri vita állt fent, tehát a migráció az egy tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, és a magyar kormány jogilag azt az álláspontot képviselte, hogy nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe. És a magyar kormány vereséget szenvedett az Európai Bíróság. Az Európai Bíróság ezt másképp értékelte, ez tény, de ettől függetlenül a véleménykülönbség ez fennmaradt. Szóval az Európai Parlament... az miért? Most a néppárton belül egy ilyen fajta többségi irány van, akkor ezt miért, vagy milyen módon kritizálhatja, vagy befolyásolhatja az Orbán kormány, bárki más befolyásolja? Hát annyiba kritizálhatja, hogy véleményszabadság van, és ugye természetesen, miután észlelte a Fidesz, hogy a néppárt az már több szempontból is eltávolodott attól a jobboldali értékrendtől, amit a Fidesz magáénak val, akkor utána elhagyta a néppárt. De nem gyanús ez, hogy kicsit, hogy magukra maradtak a tekintetben? Hát nem feltétlenül gyanús, hát miért lenne értelemben, hogy hát amikor mondjuk, hogy autópályán szembe jön a sok autó, hogy nem biztos, hogy mi haladunk jó irányba, és nem a többiek. Hát, a de nem mindenki szembe jön, tehát azért ugye az fontos, hogy nem arról van szó, hogy egyedül haladunk szembe, az tényleg gyanús lenne, de nem erről van szó, hanem különféle politikai álláspontok vannak az európai politikai térben, és ezek között az álláspontok között az Európai Néppártnak az álláspontja az egyre nagyobb mértékben hasonult, közeledett a mondjuk a szociáldemokrata meg a liberális frakció álláspontjához. Déjà vu
érzésem van, szóval én a 2019-es EP választások előtt is hallottam a kormánypárti véleményformálunknál, meg tisztségviselőnél, hogy majd lesz egy jobboldali fordulat az európai politikában. Most egy kicsit hasonló reményeket hallok, hogy majd lesz egy ilyen esetleges jobboldali szövetség. Ezt úgy kell érteni, hogy a Fidesz szeretné az, hogyha megerősödnek azok a pártok Európában, amelyek az ő szövetségesei. Tehát látom azt, hogy például Spanyolországban igyekszik a Fidesz jó kapcsolatot kiépíteni a Vox-szal, Franciaországban mondjuk Marine Le Pennel, csak hát nagy áttörés legalábbis az eddigi tendenciák alapján nem várható. Ugyanakkor az igaz, tehát nem teljesen fekete-fehér a dolog, hogy egy-két választás viszont lehet a közeljövőben, amelyben megerősödhetnek esetleg a Fidesz-szel szimpatizáló pártok is, de olyan nagy áttörés, amit igazán szeretne a Fidesz, nem várható. Ráadásul arra is kénytelen vagyok utalni, hogy a Fidesz szeretett volna ebben az európai parlamenti ciklusban egy ilyen nemzeti jobboldali szövetséget létrehozni, de többek között már akkor az Oroszországgal kapcsolatos viták miatt ez a jobboldali szövetség nem tudott létrejönni. Ha már Oroszország szóba került, az utolsó percünket szálljuk azért az orosz-ukrán konfliktusra és ezzel kapcsolatos Orbán nyilatkozatra, hogy mennyire tartják szerencsésnek azt, hogy tulajdonképpen állásfoglalt ebben a csatában, szó szerint értve, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogy az ukránok nem nyerhetnek a csatamezőn. Mennyire függetlennek a dolgnak a realitását, hogy mennyire tartjuk szerencsésnek azt, hogy ez ez nem egy állásfoglalás, ez egy ténymegállapítás, amit ő, a miniszterelnök a különféle katonai információkra, realitásokra alapoz. Tehát ez nem arról szól, hogy ő kinek szurkol, vagy kinek a győzelmét gondolja, hanem egy ténymegállapítás, egy kijelentő módú ténymegállapítás arra vonatkozóan, hogy milyenek az erőviszonyok a két fél között, és az látható, hogy nincs olyan ereje Ukrajnának, hogy Oroszországnak az erőit teljes mértékben kizavarja a területéről, különösen, hogyha ide a Krímet is beleértjük, már pedig ugye nemzetközi jogi értelemben a Krím is Ukrajna része, tehát ebből a szempontból ez egy reális, a valóságon alapuló. Nem is a realitását kérdeztem ennek meg, hanem mennyire jó erről tulajdonképpen ezzel óhatatlan állást is foglal az ember, és azt a képzetet, vagy azt a nézetet kelti másokban, hogy esetleg egyik vagy másik fél mellett. Hát, hogyha az a cél, hogy az ukrán-magyar kapcsolatok jobbak legyenek, akkor ebből a szempontból nem szerencsés ez a mondat, mert az ukránok arcába vágja, hogy ide figyeljetek, hiába küzdöttök, úgyse fogjátok legyőzni az oroszokat. Lehet, hogy így van egyébként, tehát lehet, hogy Orbán Viktor fogja igazolni az időn, de ezt nyilvánosan az arcukba dobni, hát ez éppen az ukrán-magyar barátságot fogja erősíteni, attól félek. Fogalmazzunk úgy, hogy Ukrajnától is nyugodtan várhatunk pár olyan lépést, ami az ukrán-magyar barátság érdekében tett lépés, például a magyar kisebbségek jogainak biztosítása, vagy mondjuk az OTP vegzálása. És ezzel ezt elő fogjuk segíteni, ilyen miniszterelnöki. Mi volt előbb, meg kikezdte, az egy külön vita lenne valószínűleg, az biztos, hogy Ukrajna részéről is több jó indulatot. Igen, csak a háborúban, amikor háborúztak a felek, tehát az ukránok meg az oroszok, és élet-halál harcban a magyar miniszterelnök odadobja az ukránoknak, hogy hiába harcoltok, úgyse fogtok győzni, ez egy elég rossz üzenet. Maradjunk most ennyiben, és legközelebb folytassuk ezzel a témával kicsit bővebben majd. Köszönjük szépen. Köszönjük.